Sziasztok, kezdődik az élőadás. Pueblo Mascarat. Ezek is falunak a neve. És amúgy Campomanos kikötőjében vagyunk. Megvárom, amíg összegyűlünk, addig mutatom egy kicsit a tájat, hogy hol vagyunk. Ez egy nagyon alacsonyan lévő hely. Tehát a hegyoldalba fölöttünk megy az út, és ide le kell jönni, le kell ereszkedni itt a kikötői terület, ez gyakorlatilag egy teljesen sekély terület. Mindjárt várom egy kicsit, amíg még gyűlünk. Milyen a szombatesti... Vagy szombatesti? Szombat déli ebéd után vagyunk. Már nincs, csak bekapcsoltam a kommenteket. Milyen a mikrofon? Ide csiptettem. Igen, hát mint látjátok, van rajtam egy ilyen könnyű... Anita, szia! Jó a mikrofon, szuper. Szóval van rajtam egy ilyen kis könnyű, egy ilyen kis vékony bőrkabát, nem egy vastag valami. Mert hogy most itt, ahogy a napon ülök, itt most bázi meleg van, tehát a fejem az le fog égni. Ja, és fodrásznál voltam. Most jöttem a fodrásztól. Természetesen maszkban vágták le a hajamat. Ugye meg kell nézni, várjunk már itt a pánnál, rendesen körbe vágta. Maszkba vágják a hajamat. Tehát olyan 18 fokot mutatott a kocsi. Na, mondom, akkor egy kis Jackie el kell. És itt a napon viszont meleg van. Na, lassan kezdünk összegyűlni, kezdjük akkor kezdjük a témát. Tehát, még egyszer mondom, ez Pueblo Mascarat. Ez egy kis falu a 332-es főút alatt, hogy el tudjátok tájolni. Ha egy kicsit tovább megyünk, akkor lyukadunk ki Alteához, az pedig ott a távolban Benidorm. Most pedig egy kis jetski kikötőnél vagyok egyébként. Látjátok, ezek ilyen bérelhető jetskik ezzel a lebegő platformon, és itt van a B Club. Ez egy ilyen kis partmenti, azt hiszem étterem, iszogatós hely. Ez itt egy szálloda, ha jól rémlik. Tehát az a kék az egy szálloda, és ahogy mondtam, ott pont elment egy kocsi, látjátok, ott nagyon magasan, ott megy a főút. És hát körbe egy ilyen kanyargós valamin kell lejönni ahhoz, hogy ide juthassunk. Ott kell lejönni, és akkor így végig. Ezek ilyen apartmanok. Tehát ezek gyakorlatilag olyan apartmanok, amit így, hát általában nyaralóknak szoktak kérni, de azért vannak olyanok, akik most éppen mozogtak a teraszon, meg harmad csörömpölnek, szóval ebédet csinálnak. Tehát itt azért laknak is. Most elindulunk, tehát a jaktok felé fogunk sétálni. Megmutatom nektek igen, ez a étterem is egyben, igen. Igen. És jetski bérelhető. Aha. Igen, itt a tábla, hogy jetski bérelhető. Szóval ez a kikötő. Itt vannak a jaktok. Azért kezdem ezen az oldalon. Ja, és nézzétek, majd ezt is meg fogom mutatni, de amúgy itt van. Marina Greenwich. 0 fok, 0 perc, 0 másodperc. Tehát ez az a bizonyos meridian, ahol kelet és nyugat elválasztódik, de azon majd át fogunk menni. Tehát azt fogom nektek mutatni. Ilyen flybridge-es hajót szeretnék egyébként. Az a felső rész, az a flybridge. Látjátok, itt mindegyiknek van. Mert kikötésnél nagyon jó belátható. Már teszi a területet. És ott is látszik fent, ott megy az út. De mi most itt fogunk sétálni. Mint egy fantasztikus vitorlás. Szeretem a vitorlásokat is, azért van rá engedélyem. Ja, megnézzétek meg, ilyen olivafákat tesznek ki dísznek. Tehát ez úgy néz ki, hogy ez egy nagyon-nagyon öreg olivafa, és többször is vissza van meccve. És egész a végén olyan, mintha egy hatalmas méretű bonsai lenne. Csak a végén jönnek ki a levelek. Szerintem nagyon szép. Egyre melegebb van.
De nem fogom megint ezt eljátszani, hogy a bőrkabátot a derekamra kötöm. Most itt a hajón szerintem van alkalmam elmondani. Talán látszik. Sexta 6A, AT 3, 45 és 05. Ez ugye azt jelenti, ez a 6A az elején, hogy ez kereskedelmi regisztráció. Tehát ez a hajó bérelhető, az AT az azt jelenti, hogy Alicante. A 3 a város jelenti, hogy hol helyezték forgalomba, 3 talán Altea, pont itt. A 45 az a sorszám, tehát hogy hanyadik engedély volt, abban az évben, ami pedig 2005. Így lehet beazonosítani a hajókat. Ugye ez egy bérelhető hajó. Ki kéne bérelni. Kivinni egy körre. Gondolom rengeteg pénzbe kerülhet, hát nézzétek meg egyébként. Oda felmászni, ha valami baj van. Fent. Volt már ilyen, amikor vizsgáztam vitorlázásból. Ahó. Vigyáztam vitorlázásból, elromlott a rádió, és ugye a rádió antenna az fent van az árbóc tetején, és oda akkor fel kell mászni a szerelőnek, megnézni, mi van az antennával. De addig nem akartuk halasztani a vizsgát, úgyhogy idéglenesen felszerelt egy kis antennát lentre. Csupa problémák voltak ezen a vitorlás vizsgán, a kormánylapátról is leesett a lánc. Úgyhogy éppen, hogy kifutottunk, azonnal emergency kormányzásra kellett kapcsolni, ami azt jelenti, hogy egy ilyen vasrudat. Tehát az ember a fedélzeti nyíláson egy helyet kinyit, oda lenyom egy vasrudat, és egy ilyen vasrudba beletesz egy vasvalmit, és gyakorlatilag így jobbra-balra húzigatja, ahelyett, hogy a kormánykereket tekergetni. Rögtön ezzel kezdődött a vizsga, nagyon jó volt. Vissza kellett mennünk a kikötőbe, szétszedni a kormányházat, és a láncot visszatenni. Olyan, mint amikor a bicikliről leesik a lánc. Nagyon izgalmas volt. Így kezdődött. Na nézzetek körül. Itt mindenféle éttermek, bárok, és hát és az ott pont egy hajósbolt. Tehát ott mindenféle hajóhoz kellő cuccokat lehet venni, és ott fent látszik, ott a korlát, ahol látszik, ugye ott megy az út. Na most a terv az, hogy miután itt megmutattam nektek a jachtokat, amikből én is szeretnék majd egyet, csak hát ugye a tegnapi beszélgetésünk alapján kiderül, hogy hát attól most egy kicsivel messzebb kerültem, de se baj, majd közeledünk. A terv az, hogy felmegyünk oda. Ott még van egy kilátó rész, és emlékeztek, mikor volt az 2 napja, amikor fent sétáltam és lenéztünk ide, tehát a mostani beharangozóhoz egy órával ezelőtt feltettem egy fotót, ott vagyok most, abban a kikötőben, de hogy azt a képet honnan csináltam, és ott sétáltam ugye tegnap, amikor láttátok a kápei kilátást, az ott annak a helynek a teteje volt. Tehát ott sétáltam el idáig, és akkor onnan néztünk idefelé. Na most itt vagyok lent. Tehát amit 2 nappal ezelőtt, ha valaki visszanézi, 2 nappal ezelőtti videót megnézitek, akkor ott voltam fent, de most nem odáig megyünk fel, csak egy kicsit majd ide. Tehát amint ez a séta véget ér, ez nem egy hosszú séta, tehát most itt a jachtoknál megyek. Beülök a kocsiba, és jöttök velem fel. Először átlépjük, átmegyünk keletről nyugatra. Most nyugaton vagyok. De csak egy pár száz méter kérdése, és már is keleten leszünk. És akkor megmutatom nektek. Edina Molnár, mivel mindig az indokolatlan királyi többest alkalmazod, így most is sétálunk, ezért mondanám, hogy csinálhatnánk egy hajós videót is. Azért mondom a királyi többest, mert hát itt vagytok velem, nem egyedül vagyok. Már egyedül sétálok, de lélekben itt vagytok. Köszi, Edina. A korrekciód. Szeretek itt a hajók között sétálni egyébként. Néha jó beülni itt valamelyik kis csendes, nyugodt étterembe, egy kis kávéra vagy valamire. A kocsit ott hagytam a túloldalon, és mindenhol itt vannak ezek a szép kis olajfák. Jó, nem? Ott van szemben a szokásos, ami minden kikötőben megtalálható, az az emelvény, azzal, illetve az a hidraulikus daru, azzal teszik be a hajókat a vízbe. És itt van a kikötői móló, ahova most nem megyünk ki, hanem sétálunk tovább a kocsi felé. Mint látjátok, szinte az egész fal, az egész sziklafal le van öntve betonnal, azért ilyen a szerkezete. Ez is egy flybridge-es hajó. Ott van fent a flybridge. Köszönöm.
És onnan, ez azért jó, mert ugye onnan fentről jobb kilátás nyílik, és mondjuk kikötésnél hasznos. Tehát megyünk vissza a hajóhoz, kész vagyok. Megyünk vissza a hajóhoz, igen, jó lenne. Egy Rodman 41-es. Ez kicsi amúgy, ennél nagyobbat szeretnék, de ez is nagyon szép. Még ilyen sincs. Ugye mondhatom, hogy mit szeretnék, ugye? És itt a Club Nautico. Club Nautico, Campomanes. Közben mondjátok, hogy jó-e a jel, mert lehet, hogy itt nem tudom, kicsit gyengül a wifi vagy valami, de remélem jó minőségű az adás. Fú, ez egy teljesen új hajó. Most ez a design. Látjátok, a bőr is vadonatúj, még nem sütötte szét a nap. És ez a keménytetős valami, ez az új design. Meg ez a hajótest. Ez egy régebbi, tehát ez is hatalmas. Hatalmas. Ezeknek ugye nincs flybridge-ük, ezek ilyen nyitott cruiser hajók. Van egy-kettő, azt hiszem, amelyik eladó egyébként. Csak nem futja rá, most meg pláne. Itt ez a Club Nautico. Egy étterem. És a hajók. Most már tudjátok, hogy ez a rendszám mit jelent, ez a 7A. Ez például privát regisztrációs hajó. Közeledünk a kocsihoz, és akkor elindulok felfelé. Megmutatom, hogy hol van a nyugati átkelő. A nyugat-kelet átkelő. Ezek hajók ki vannak téve száraz dokba. Így néz ki egy hajónak az alja, amikor egy ideig nem festik le, ezt most közelebbről megmutatom. Látjátok, itt elől is van egy propeller egyébként, tehát ez segíti a hajót abban, hogy könnyebben tudjon jobbra-balra kanyarodni. Nem csak két hátsó propeller van, és szörnyen néz ki az alja. Tehát ezért kell mindig kivenni és újra festeni. Ez hatalmas. És igen, ott álltam meg. Ugye itt végig éttermek vannak, ez is itt mind étterem. Ott van a sorompó, ahol már nem lehet tovább menni. Mi látszik, ez a két hajó már nem fér be. Jön a biztonsági őr. Ez volt a biztonsági őr. Jövünk a hajóhoz, és akkor elindulunk fölfelé. Ahonnan igazán a kilátást lehet látni, csak innen akartam indítani. És ki kéne vennem elvileg a telefont ebből a gimbalból, de nem fogom tudni. Úgyhogy megpróbálok egy kézzel vezetni, meg egy kézzel... Fú, most van csak meleg. Várjatok. Kinyitom a tetőt, hogy egy kis levegő legyen. És bekapcsolom a biztonságot. Tudom bekapcsolni a biztonságjövet. Egy kézzel. Nagyon jól mutatok így. Jobban ne letenni. Na, sikerült. Innentől már nem lesz gond. Tehát... Mindjárt mutatom nektek, ha sikerül elindulnunk. Egyébként... Itt látszik, északi szélesség 38 fok, 37 perc, 49 másodperc. És most nyugaton vagyok, 4 másodpercnyire. És most megmutatom nektek pontosan, hol van az a pont, ahol a Föld ketté van osztva. Csak előbb elhagyjuk a kikötő területét, most itt jöttök velem. És felmenjünk ahhoz a kilátóponthoz. Hát nem sok, egy perc, egy-két perc vezetés, ahol látni fogjátok ezt, ahol most vagyunk, csak fentről. Tehát visszanézünk lefelé ide. Egy kis döccenő. Jó, na most... Ez a híres, nevezetes pont, ahol 0-0-0-0 lesz.
az ott van a szemetes kukák mögött. Tehát annyira íres. Tehát ha most látjátok, ugye 3, 2, és majd átfog 1, mindjárt 0 lesz. Nulla. És most, ahogy átérek, átvált mindjárt keletre. Tehát West helyett azt fogja mutatni, hogy East. Na, még ma. Most váltott át keletre, de az egy fok nem akar menni, közben én már bejöttem a dzsumbolyba. Vissza kell tolatnom keletről, mert kelet az így néz ki. Ez kelet. Vissza kell tolatnom. Vissza kell tolatnom ahhoz, hogy újra nyugaton legyünk és felfelé tudjak menni. És közben eszméletlenül, lehet, hogy nem volt jó ötlet kinyitni a... Közben jön mögöttem két motoros meg egy autó, ami nem tudom, hogy mit akar, de mindegy, megállt. Itt vonatunk tovább. És oda kell fölmennünk, hogy felérjünk a Puebloba. Már itt is nagyon jó a kilátás arra az öbölre, de egy kis kanyargós útszakasz után hamarosan oda fogunk érni. Remélem, hogy nem lesz rossz, elég rossz az út, nem lesz rossz a kamera, mint ugye a képminőség, mert itt a házak között lehet, hogy rossz a wifi. Edin érjő, hogy ne vezessek egy kézzel. Kösz, hogy elterelted a figyelmem, hogy most elolvassam ezt. Itt is nagyon sok a fehérház, rengeteg a pálmafa. Ezek ilyen kis, hát nem azt mondom, hogy nyugdíjas otthonok, de körülbelül így ilyen visszavonulós otthon. Amúgy itt nincs semmi, és ahogy mondtam, ez nem éppen az élet ütőereit. Úgyhogy itt nincs átmenő forgalom, nincsenek nagy bulik. Ide a hegyről kellett lejönni. Ott sétáltam 2 nappal ezelőtt fent. És most ezután, a kanyar után fogunk beérkezni ahhoz a részhez, ott ahhoz az épülethez, ahol a kilátó van. Nagyon csendes, nyugodt hely. Tehát igazából tényleg, ha most valaki azt mondja, hogy nyugdíjas, és nem akar minden nap diszkóba meg mit tudom én bemenni, akkor ez egy tökéletes hely. És szabonulni. Itt olcsóbbak is valamivel a házak, nyilván ez tükrözi azt, hogy eldugott hely. Ja, és ott látszik a régi út. Tehát amit mondtam, a két szikla között az volt a régi út. Most már beljebb furtak még egy alagutat, és ott megy fent. Egyébként mi történik, ha mondjuk kiteszem így a... Kitettem a kamerát a tetőn, de nem tudom, hogy mit láttok. Ez nyilván nincs, mert a mikrofon az rajtam van. Legalábbis remélem, hogy hallotok. Na, és akkor megérkezünk ide a házakhoz, aminek a túloldalán fogok leparkolni. És már olyan magasan vagyunk. Látjátok, már 26 másodpercnyire vagyunk keleten. Igen, itt a pálmafa ösvényen végig, és itt balra lesz a beálló. Na nézzük. Azért akartam ezt a kis kocsis túrát is megcsinálni veletek, tehát nem egyből itt kezdeni, vagy mondjuk félbehagyni a műsort csak lent a kikötőben, mert mitten szeretek kocsikázni is. És amúgy ez tök jó, hogyha az ember így autóból is látja a házakat, a pálmafákat. Tehát ugye egyáltalán a környékkel így jobban. Na most itt kanyarodunk be balra. Itt most jobbra, és ez a kis diszkővel kirakott kis mellékút az, ami közvetlenül a tengerparton fut. Csak persze nem úgy a tengerparton, hogy nem bele tudunk sétálni a tengerpartra, mert nem itt tudom én, van egy ilyen 100 méter magas sziklafal mellettünk. És akkor ennek a... Még mindig emelkedünk, lehet, hogy ti nem látjátok, de még mindig emelkedünk, és akkor ennek a végén fogok mindjárt valahol itt megállni, és akkor sétálunk. Sétálunk. Mondjuk jönne valaki szembe, akkor nehéz.
lenne lehúzódni. Igen, ott van fent a kilátó, az a, ott az a kis... Itt a tetőn itt vagyunk. És úgy látom, hogy sehol senki. Akkor valahol itt. Csak így itt. Pont a lépcsőnél megállunk. Köszönöm a vészvillogót. Hát, hogy itt most nem fog kelleni a... 0028-nál vagyunk, csak úgy tudjátok. És elmondom egyébként, hogy ez miért fontos. Ugye hajózási szempontból ez választja ketté, ahogy mondtam, a keleti és a nyugati féltekét. Most képzeljétek el, hogy bajba kerülök, vagy valami történik, és rádión segélykérést kell leadnom, akkor ugye nagyon fontos azt tudni, hogy most a keleti vagy a nyugati féltekén vagyunk, mert ha azt mondom, hogy 0 fok 5 percnél vagyok, gyertek értem, akkor az lehet ugye a meridiántól balra is, meg jobbra is keletre is. Tehát nagyon fontos mondani, hogy keleti 05-nél vagyok, nem, akkor lehet, hogy Alicanténél vesznek fel, én meg feljebb lakom. Lehet, hogy most átkapcsolom a kamerát, mert két sirály napozik itt, és lehet, hogy közel tudunk menni hozzájuk, anélkül, hogy nem, már elrepültek. Jó, ennyi volt. Na kérem. Itt van a tenger, alattunk ez a meredek szakadék rész, és itt van egy kis park, ahova el akartalak hozni titeket, oda fogunk most kisétálni, és ott fent sétáltam két nappal ezelőtt, és onnan néztünk vissza ide. Itt is nagyon csinos házak vannak, tehát ugye ezekről az erkélyekről ugye látjátok, hogy mit látnak. Most pont a napbelesült, de egyébként fantasztikus a tengeri kilátás. Ahogy ide érek ehhez a kis parkhoz, lehet, hogy itt le is vehetem a maszkot, mert egyáltalán nincs senki. Még virágzik a bogenvilla. Inkább a kilátást nézzétek meg engem. A mediterrán táj jellemzője a bogen, és itt most már nagyon meleg van. Most már le kellett volna, a kocsiba kellett volna ajnom a kabátot. Hát jadok, bogenvilla és tenger. Egész szép, nem? Emlékeztek, az egyik műsorban mondtam a vasúti talpfákat, hát itt is egy olyat használnak megtámasztani ezt a kis rézsüt. A kocsit ugye ott hagytam, és itt van ez a kis remek lakópark, amiknek az erkélyéről nagyon jó kilátás nyílik. De mi most ide jövünk. Itt van egy kis pad, kialakítva egy kis nyugis leülős hely. Hát a pálmafákat már meg kéne nyírni, mert sok az elszáradt levél. És millió sirály van fölöttem. Ez a mászókő. Erre a hatalmas kőre szoktam így kiállni, és akkor látszik, hogy... Várjátok, most egy kézzel egy kicsit nehezebb lesz. Oké. Na látjátok, ott voltunk lent a kikötőben. Hallatszik amúgy, hogy a sirályok vígyognak? Ott voltunk lent az előbb a kikötőben. Ott már nagyon magas hegyek vannak. Az ott a távolban Benidorm. És itt van lent ez a kis gyönyörű ékszerdobozöböl, ahova most nem tudok igazán jobban kiállni, mert itt már alattam, teljes dzsungel van. Tehát itt most egy nagy ugrással oda bele lehetne zuhanni. Ja, és persze Benidorm és a Campomászi kikötő között ez itt Altea, ott pedig Albír. Ez a Fagyihegy, ott volt a természetvédelmi övezet, ahol szintén sétáltunk már, tehát azokat már láttátok, most innen tudunk lenézni oda. Van egy kis felhősödés, de egyébként nagyon szép az idő, most már kifejezetten melegen van. És mint látjátok, ebben a védett öbölben ott van egy másik hatalmas ház, ami mindjárt megmutatom, hogy mire néz, és ezek a függőleges sziklafalak. Látjátok ezt a függőleges sziklafalat? Pont jön egy hajó. Valaki jön egy hajóval.
Nem beszélek olyan sokat, hogy akkor halljátok a sirályokat. Várjuk, mert itt le kell ugranom. Elég magasan vagyok. Oké, sikerült. És átjövünk ide a másik kilátópontra. Ez egy kis rejtett öböl. És ugye nagyon-nagyon meredek alattam, tehát itt állok teljesen a meredély szélén, egy ilyen kis vacak dróthálós kerítés van, ami nem sokat véd, de innen már egyből a vízbe lehet bezuhanni. Hallatszik a hullámok madajlása? És a szinte valószínűtlenül meredek, függőleges sziklafalak. Azon szoktak néha mászni. És ugye bejönnek ide hajóval a kis öbölbe, nagyjából ott lehorgonyoznak. És itt van ez a ház, amit mondtam, ez a kis... Hát én nyugdíjas otthonnak hívom, de egyébként nem az. Mint látjátok, szinte a teraszról egyből bele lehetne ugrani. Lehet, hogy innen egy kicsit jobban meg tudom mutatni. Hát itt van egy másik beugró. Szintén egy nem túl védett, tehát ennek ennyi kis pici kerítés, de most ezt is átlépjük. És ahogy szerintem mindenki teszi, azért van ez már így szétmenve. Fantasztikus. Ott van a... Most pont valaki megállt, mindjárt oda sétálunk mi is, és akkor megnézzük onnan is a kilátást. Látjátok, medence, az megtévesztő, az nem zöldjebb, szerintem az teljes egészében műfű, mert különben ez soha nem lenne ilyen, tehát az kiégne, és akkor íme még egyszer a kis öböl. Nem látok itt, amúgy sose láttam itt lejáratot, nem tudom, hogy ott a túloldalon a takarásban van, ott van, de szoktam embereket lent látni, tehát lehet, hogy valaki lemászik a sziklafalon. Vagy ami kevésbé valószínű, hogy a túloldalon nem nagyon látszik semmi, esetleg van lépcső. Az emberek szeretik az én eldugott helyeket, és akkor itt a végtelen tenger. Na, akkor most átugrom megint ezt a kerítést. Csináljunk egy ilyen vágóképet, várjatok. Majd ez lesz a fő cím. Ez lesz a fő cím a videóhoz. Nagyon dumálnak a sirályok, ez nem tetszik. Valamire készülne. Valamire nagyon készülnek. Hangulatos ez a kis park itt. Szoktam néha csak úgy eljönni ide, és akkor így leülni. És mutatom nektek. A sziklafalat szinte teljes egészében benövi a bogenvilla. Ugye a házak itt a szikla fölött épülnek, de ezen a dróthálón nagyon szépen fel tud futni. És majd idővel az egész drótháló egy ilyen nagyon szép felfuttatott valami lesz. Na Merci is, az még mindig itt van, aki itt kukucskált. Aztán berohant a kocsijába, nem tudom, nem tetszett neki a kilátás, de minden esetre mi itt vagyunk. Ó, jött egy turista hajó az öbölbe. Mit fog vajon csinálni? Neki megy a sziklafalnak, eddig úgy néz ki. Vagy elkanyarodik. Mondjuk... Hát nem ártana lassítani lassan. Vagy elkanyarodni. Mert ugye nem szoktunk közel menni a sziklafalhoz, egyrészt valami leesett, másrészt meg... Atyaisten. Hát az utolsó pillanatban kanyarodik el, látjátok? Másrészt ugye a sziklafal egésznek, a sziklafal közelében nem látod, hogy mi van a víz alatt, és ott ráfuthat valamire. De lehet, hogy ismeri már a környéket, mert Atyaisten, mit csinál ez? Egészen oda fog menni? És jön még egy.
És akkor nézzétek meg alattunk a kis öblöt. Ez egy ilyen sziklás öböl, de tényleg jó időnként lejönni. És látjátok még egyszer a fű, és az nem fű, szerintem. Hát ki tudja, most eléggé kopott, lehet, hogy mégis igazi fű. És az a hajó egész közel megy a sziklákhoz. Még mindig. Ott távolodik, a másik pedig most közeledik, ugyanazon az útvonalon. De jó lenne egy hajón lenni. Lássuk a kommenteket innen az öböllel övezett háttérből. Sándorné Kócz, a sziklafal nagyon szép. Igen? Ági, Szlávikné, csodálatos helyen vagy, gyönyörű. Igen, ahogy mondtam esetleg a későn csatlakozóknak, hogy szoktam ide kijönni, csak úgy nyugiba lenne egy kicsit. Így, ez ilyen leülős hely, és akkor itt az ember így el van. Anita, köszi ezt az élményt. Gondoltam, hogy jó lesz, megyek egy kicsit arra, mert nagyon fúj a szél, lehet, hogy nem hallotok jól. Gondoltam, hogy egy ilyen... azt a mindenét, most odalépett neki. Látjátok, most padlógázt nyomott ez a hajós. Úgy utoléri a másikat, vagy nem tudom. Na hát ez, és hogy ennek milyen hangja van, te jó Isten, hát ez így a hideg kiránsz, hogy... Hát igen, hát... Hát tudnék most ott lenni. Kell egy hajó, nincs mese. Ez, hogy odalépett neki és felbőgött a V8-as. Kettő ráadásul. Lehet olyan 500 lóerő a kettő. Vagy akár darabonként is van olyan, amiből két 500 lóerős van. Sőt, azokban a nagy hajókban, amiket láttatok a Flybridge-es hajókban, egy bizonyos méret fölött simán van ilyen 1200 lóerős motor darabonként. És akkor abból van kettő. Visszajöttem ide a... Ide, itt van egy pad, ahol le tudok ülni. És meg tudom nézni a kommenteket. Igen. Illetve itt az árnyékban is le tudok ülni. A kocsi jó. Azt nézem, hogy a kocsi jó helyen van. Tökéletes. Vera Vándor, kezdem kiismerni magam, már lehet, hogy nem tévednék el, köszi. Igen, azért szoktam megmutatni, hogy körülbelül mi hol van, hogy egyrészt tudjátok hát kapcsolni azokhoz a videókhoz, amiket korábban már mutattam. Jó lenne ebbe is olyan funkció, mint a YouTube-on. Egyébként a YouTube csatornát megnézitek, YouTube csatornámra feliratkoztak, ezeket a videókat oda is fel szoktam tenni. Ott van egy olyan, hogy amikor a videó véget ér, az utolsó 5 másodpercben felbukkannak ilyen ablakok. És akkor ott be lehet állítani, hogy mi legyen a következő. Tehát ott be tudom állítani, hogy mi legyen a következő ajánlott videó. Na, jó lenne a Facebookon is lenne ilyen, de hát sajnos nincs, és akkor tudnám mondani, hogy na most akkor nézzétek meg a 2 nappal ezelőtti videót, mert azon sétáltam fel oda arra a sziklára, ahonnan ide lenéztünk. És akkor így össze tudjátok kombinálni, hogy hol vagyunk. De örülök neki, hogy már kiismered magad. Erzsébet a szúdi, igen, hallatszik, irigykedem nagyon. Nem tudom, ezt a hullámokra mondtad, vagy a sirályokra. Irigykedni nem kell, azért mutatom meg, hogy mindenki láthassa. Rátkai Eszter, csodás hallani a sirályokat. Szia! Jó, akkor a sirályok is hallatszottak. Ez nem olyan megnyújtott egyébként, a sirályok is hallatszanak, mert mondom, egyszer fejbe vágott az egyik. Konkrétan egy zvonórepésbe. Most mondtátok, milyen lett a hajam a fodrászat után. Nem szeretem, hogyha hosszú, úgyhogy így oldalt. Hol látszik? Így oldalt rövidre szoktam nyiratni. Hát a tetején már nem sok van, de az is ugye rövidre van vágva. És akkor így... Kis fodrászat volt ma. Meg séta. Ja, igen, itt jártam Edina Molnár, nevezes egy-kétzel, ne kockáztasd az életünket. Most nem kell többet számba beszélni. Anita, meg lesz ez a hajó, ha nagyon akarod. Igen, jó a minőség. Igen, hát most a hajóért egy kicsit többet kell dolgozni. Judit Kerti, ez mostani videó, mai, olyan, mintha nyár lenne ott. Hogy érted, hogy mostani videó? Hát élő. Nézd, ha integetek, ez most történik. Mi az, hogy mostani videó? Ez egy élő adás, itt vagyok, igen. Csak nincsenek emberek, nyaralók. Nálunk -7 fok volt reggel. Hát az elég rossz. Az elég rossz. Itt is most, hogy hát ilyen 2-3 napja, gyorsan megmutatom, mert pont most jön fel fölém
Hát jöttök, itt tökéletes a izé, de egyébként, ha ide nézünk, akkor jön fel a felhő. Tehát mostanában ilyen felhők jönnek így fel, de a nap még nagyon sokáig átsüt rajta, és akkor meleg van. Na most az elmúlt napok felhőinek köszönhetően itt is egy kicsit már lehűlés van. Tehát, ahogy mondtam, most is a kocsi csak 18 fokot mutatott, még hétvégén 26 volt. Nincsenek nyaralók, ez tény, de itt egyébként se. Valami hülye légy rám szállt. Lászlóné Lukács, Meseország. Virág, szívecske, smiley. Köszi. Edina, milyen lett a hajad? Röviden, rövid. Úgy szoktam csinálni, hogy a borostám soha ne legyen nagyobb, mint a hajam. Tehát ebben az összevetésben akkor itt most ugyanannyi van, mint itt. Jóval, ennyi volt a mai séta, meg akartam nektek mutatni. Még egyszer ez Pueblo Mascarat, a város, a kikötőt Campo Manasnak hívják, és úgy körülbelül félúton van Altea meg Calpe között. És azon a nagy sziklán sétáltam tegnap, ahol voltunk. Tegnap előtt, ugye tegnap kötetlen beszélgetés volt. És amit ígértem, azt be is tartottam, hogy ide le fogunk jönni, és ezt külön megmutatom nektek, mert ugye a hegymászás után már sok lett volna még ide is lejönni. Julianna Novák, hello Mike, csodálatos ez a hely, köszönöm, hogy láthatom. Nagyon szívesen. Akinek tetszett, lájkolja, osszátok meg, lépjetek be a csoportba, és amiről ugye tegnap beszéltem, hogy minél többen tudják nézni. Én ma még nem ettem semmit egyébként, tehát a fotó... Hány óra van? Mindjárt 2 óra? Te jó Isten, ebédidő. Lehet, hogy visszafelé megállok egy helyen, és valamit eszek. Citromos csirkét mondjuk. Úgyhogy köszi a figyelmet, további szép hétvégét mindenkinek. Sziasztok!